Sajnálom ivartalanítani a kutyámat attól félek, hogy így nem élhet teljes életet. A doktor úr mit gondol erről? Ez egy eléggé típusos kérdés. Gyakran kapjuk ezt, és a, a válasz is kicsit szofisztikáltabb. A következőt tudom erre mondani. A, ez a kérdés, ez egy tipikusan egy ember által föltett humán megközelítésű kérdés. Az állatoknak a teljes életéhez inkább az ember gondolja bele, hogy hozzá tartozik a szaporodás. A kutyáknak a ivartanítatás az járhat negatív szövődményekkel. Gondolok itt arra, hogy például hízásnak indulhat hajlamosabb a hízásra az ilyen kutya. De én azt gondolom, hogy ez a kérdés nem erről szól. Az teljes élet, ez valahogy a szaporodással van kapcsolatosan, kapcsolatban van föltéve. Én azt gondolom, hogy ezt nem kell olyan mértékben figyelembe vennünk, mint ahogy mondjuk az ember ezt gondolja. Tehát az, az ivartanítás kérdését úgy kell föltenni, hogy, hogy mit szeretnék elérni, miben akadályoz, miben segít, meg tudom-e akadályozni esetleg a -e sződményeket, mondjuk az elhízást, fogok-e tudni vele olyan, mértékben mozogni, ahogy ezt szeretnénk, és ahogy az a ivartanítás utáni elhízás ezt megkövetelné, fogok-e tudni odafigyelni az étrendjére, hogy az elhízás ne következzen be, és két más szövődményről is még röviden szólnék. Az egyik az a teljes Úgynevezett kipakolás, tehát a petefészkek és a méhek eltávolítása után, mintegy egy 3 százalékban szövődményként később, évekkel később, úgynevezett inkontinencia jöhet létre. Ez a vizelet visszatartásának a, a nehézségét jelenti. A másik fajta ivartanítás, amikor csak a petefészkeket távolítjuk el, annak pedig a, szövődménye lehet az, hogy ha később, mondjuk gennyes mélygyulladásban megbetegszik az állat. Én azt gondolom, hogy ezek a szövődmények nagyon minimálisak, nagyon ritkán fordulnak elő, és sokszor az ivartanításra vonatkozó hát igények, illetve a, a mérleg serpenyőjében az ivartanítást szolgáló és azt támogató érvek azok súlyosabban vesznek részt.